A nagy sikerű aranybusz után ma újabb utazókiállítás indult útjára a Petőfi emlékév kezdetén. A Petőfi Irodalmi Múzeum vándorkiállításának kiemelt célja, hogy Magyarországon, valamint határainkon túl is minél több honfitársunkhoz juttassa el Petőfi Sándor máig példaértékű életútjának és megkerülhetetlen életművének üzenetét. Évesen 18 évesnek hazudja magát, hogy bevegyék őt a Gollner féle gyalogezredbe, és hát ezt a kalandot eléggé megbánja, valószínűleg a becsvágy mellett az utazás is benne szerepelt a céljai között, hogy a katonassággal hát, ha eljut külföldre. Petőfi Sándor katonai életét mutatja be ez az interaktív fal, a Buszmúzeum első állomása Kiskörös, ahol az egyik legnagyobb költőnket ismerhetjük meg játékosan. Maga a busz kiállítás műfaja az egy izgalmas műfaj, mert egyrészt kell azzal számolnunk, hogy szűk a tér, másrészt szerettük volna, hogyha ez a busz minél több helyszínre eljutna, ezért mindenki számára érthetőnek kell, hogy legyen, a kicsi gyerektől kezdve a felnőttön át, legyen tart. Tartalmas, játékos, megfogható, ugyanakkor mi szerettük volna azért elkerülni, hogy nagyon a technológia, a technika domináljon, inkább a tapintás, a hallás, a látás, és éppen ezért szerettük volna, hogy ebben a pici térben valahogy játékosan, szinte észrevehetetlenül elrejtsünk egy-két információt. A Petőfi Buszmúzeum célja, hogy a tankönyvekben leírtakon túl megtudhassuk azt, hogy hogyan válik egy mészáros fia 26 éves korára az egyik legnagyobb költőnké. Legfelkészültebben várjuk a látogatókat, egyéni látogatókat, felnőtteket, kicsiket, gyerekcsoportokat, osztályfoglalkozásokkal és különféle tárlatvezetésekkel állunk majd az érdeklődők rendelkezésére, és hát nagyon izgatottan várjuk majd mi is ezeket a feladatokat. Ugye egy éven keresztül lényegében ez a busz lesz az otthonunk. A következő egy évben több mint 200 településre viszik el az egyik legnagyobb költőnket bemutató tárlatot a Kárpát-medencében.